Kíváncsi vagy, hogyan működik az agyunk rajzolás közben? Vagy hogyan tudod a rajzolást személyes problémád megoldására használni? Csináltunk egy rendkívüli kísérletet. Arra voltunk kíváncsiak, hogyan működik az agy rajzolás közben. Egyáltalán másképp működik a rajzolás közben, mint mondjuk munkavégzés alatt. A rajzolás csupán hobbi, vagy ennél sokkal többről van szó. Igaz-e, hogy a rajzolás fejleszti a koncentráció képességet? Beszélhetünk-e módosult tudatállapotról rajzolás közben? Van-e relaxáló hatása a rajzolásnak? Igaz-e, hogy fejleszti a kreativitást? Tényleg? Jobb vagy féltekés a rajzolás? Mit csináltunk azért, hogy megkapjuk a választ a kérdéseinkre? Lemértük az agyunk működését egy 24 csatornás kvantitatív EEG műszerrel. Az egész országban csak egy ilyen készülék van, amivel ezt meg lehet csinálni. Aki segített nekünk a mérésben és az adatok kielemzésében, dr. Sinkovics Péter, orvos, pszichológus. Mit csináltunk pontosan? Három tevékenység közben mértük az agyműködést. Dolgoztunk számítógépen, azaz szellemi munkát végeztünk, mindketten a vállalkozásunk egy-egy háttér folyamatán dolgoztunk. Olvastunk. Mindketten egy számunkra szórakoztató irodalmat. Én egy romantikus lányregényt. Én pedig gyerekkorom kedvenc indián regényét. Aztán pedig rajzoltunk. Én ezt a képet fejeztem be a karácceruzával. Én pedig ezen a képen dolgoztam, drawing színes ceruzával. Nézd ezt a papírkupacot! Ezek itt mind a mérési eredményeink kinyomtatva. A kiértékelésnél kizárólag azokat az eredményeket vettük figyelembe, amik csak rajzolás közben jelentkeztek, és mind a kettőnknél jelen voltak. Milyen pluszt ad az életedhez a rajzolás? Hogyan támogat téged? Hogyan segít a munkavégzésben? Vagy a tanulásban? Mitől olyan megnyugtató érzés rajzolni? Hogyan tudod ezt a különleges tudatállapotot saját problémáid megoldására használni? Erre két gyakorlati példát is mutatunk. Ezeket a kérdéseket tártuk fel a tudomány segítségével, agyműködésünk vizsgálatával. Téged is érdekelnek a válaszok? Tudd meg, rajzolás közben mi zajlik a fejedben. Rendeld meg a mérés eredményeit tartalmazó videót és a két gyakorlati útmutatót itt, baldorart.hu/több mint rajzolás. Egy jó könyv áll ráért, minden titokba beavatunk.